November van, klasszikusan az influenza szezon időszaka. Beszélhetünk-e már influenza-szerű megbetegedésekről? Vannak valami tapasztalatok itt 60-ban? 60-ban még úgy igazán influenza nincsen, se influenza-szerű megbetegedés. Felső légúti megbetegedések vannak, illetőleg emésztőcsatorna megbetegedések, úgyis, mint ez a hányás, hasmenéses, vírusos, fertőzéses megbetegedések, amik nagyon-nagyon le tudják a szervezetet gyengíteni, de leginkább ezek a felső légúti, a torok, garat, köhögéses betegségek vannak. Hát számtalan kicsi apróság van, amivel tényleg meg tudjuk előzni a nagyobb bajt. Az egyik legfontosabb, ezt mindig is mondom, hogy lehetőleg betegen ne látogassunk senkit, se kórházban, se családosat, senkit, és ne is engedjük, hogy minket meglátogassanak beteg emberek, mert azzal nagyon gyorsan terjed. Beteg embertől terjed leginkább ezek a felső légúti megbetegedések. Aztán, ami nagyon-nagyon fontos, a sok folyadékfogyasztás. Általában ilyen hidegebb időszakban ugye a legfontosabb belépő kapuja ezeknek a felső légúti megbetegedéseknek a garat szájüreg. Tehát lehetőleg folyadékkal, sok folyadékkal a felső légúti, most egész szervezetünket tartsuk egyensúlyban, hogy a garat ne száradjon ki. Egy kiszáradt garat, amelyik még hideget is kap, sokkal érzékenyebb és sokkal sérülékenyebb ezekre a betegségekre. A folyadékokra nagyon vigyázni kell, lehetőleg ne forrón. Ez egy tévhit, hogy minél forróban így a film, mert akkor megöli a bacillust. A bacillus valóban részben megöli, de ugyanakkor roncsolja is a nyálkahártyát a garatban, ami sokkal sérülékenyebb és sokkal érzékenyebb lesz a következő bacillus hullámra. Tehát ne ígyunk forrón. A nagyon hideget és a nagyon forrót a garat nem szereti. A kellemesen meleg, amikbe majd akkor, mikor már fogyaszthatóra lehűlt, akkor tegyük be a mézet és a citromot. Lehetőleg sok citromos folyadékot ígyunk. A citrom és a C-vitamin ebben az időszakban a legfontosabb. Ezzel erősítjük legjobban a szervezetnek a saját védekező mechanizmusait és a D-vitamin. A C-vitamin olyan 5-600 mg naponta, a D-vitaminból egy tabletta. Ugye ilyenkor már a napfény hiányzik, a D-vitamin erősíti legjobban az immunrendszerünket. És még valami apróság, ami nagyon-nagyon fontos, az állandó kézmosás. Egészséges embernek is, a beteg környezetben meg különösen. Ha nem sikerül kézmosni naponta 10-15-ször, akkor legalább valami feltűtlenítő kendővel megfogunk egy kilincset, egy áruházban a mozgó lépcsőnek a korlátját. Azelőtt valaki már megfogta, aki beteg volt, aki csak ennyit csinált, vagy tüsszentett, és megfogta a kezével azt. Mi megfogjuk, ott van a bacillus, meg a vírus. Tehát ez nagyon fontos, a kézmosás. Ez gyerekekre is vonatkozik, de hát amikor egy beteg gyerek, vagy egy betegség közeli gyerekkel vagyunk kapcsolatban, kézmosás, kézmosás, kézmosás. Ami még apróság, de jól lehet a garatot tisztán tartani, amikor látjuk, hogy ahogy szokták mondani, kapar a torkom. Egy kis sós vízzel, sós langyos víz, pohár langyos víz, kiskanál só, azzal gargalizálunk. Gyerekeknek nehéz, mert nem kellemes, azt kell mondani, hogy tengerparton vagyunk, és akkor megcsapott egy hullám. Ami még nagyon jó, ha már a betegségben benne vagyunk, vagy majdnem benne vagyunk, a tyúkhúsleves. Most a legutóbbi tudományos kutatások bebizonyították, hogy rendkívül egészséges, majdhogy nem gyógyszer, antioxidáns hatású, megköti a szabad gyököket, tehát rendkívül sokat. Az öreg, régi rokonaink tudták ezt valamikor a paraszti környezetben, egyre forró tyúkhúslevest, ez meggyógyít. Ugye ma is úgy van, hogy kórházban, amik látogatni, vigyünk egy nagy ibrik tyúkhúslevest. Tényleg gyógyszer. Tehát ezek azok, amik még nem gyógyszerek, de nagyon hatékonyak tudnak lenni ilyen környezetben. A kiszáradt nyálkahártya másik megelőzési módja a fűtőtestre, radiátorra, bárhova kitett párologtató. Állandóan nedves párolgással teli környezetben legyünk, mert akkor a felső légutak nem száradnak ki. Nem helyes a doktorúrinél ott szárítom a konyhában, az nem jó. Mert a szárított ruhának még a száradás folyamán felszabaduló mosó vagy tisztítószerek apró molekulái is bekerülnek, ami meg nekünk nem jó. Csak tiszta vízzel, az elég a párologtatáshoz. A nagyon fontos, ugye influenza közeli időszakot élünk, megjelentek az oltóanyagok. A védekezés egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb tényezője, most pillanatnyilag a nagyon jó hatású, most már hármas komponensű oltóanyag, a fluárt, a három fluárt, amit felnőtteknek ajánlunk, és a
gyerekeknek 6 hónaptól 3 hónapig egy másik oltóanyag van, tehát nekik is nagyon fontos. Nagyon fontos az oltás beadása egészségügyi dolgozóknak, akik állandóan érintkeznek betegekkel, vagy esetleg ők maguk is közvetítetnek betegséget, hogyha már benne vannak. Nagyon fontos a 60 év felülieknek, ők ingyen is kapnak. A krónikus betegségekben szenvedőknek ők is ingyen kapnak. Tehát kezdve a mozgásszervi, diabétesz, érrendszeri, szívérrendszer, tüdőbetegek, ezekre van egy hatalmas lista, házi orvostól ezt meg lehet kérdezni, és ez nagyon fontos lenne. Várandós anyukák, vagy akik most a következő hónapokra tervezik a gyermek áldásnak a megszületését, ők nekik is ajánlatos az oltásnak a beadása. Tavaly sajnálatosan nagyon alacsony volt az átoltási százalék. Az átlag lakosságban is, és az egészségügyi dolgozók soraiban is nagyon-nagyon fontos lenne ezt megcsinálni. Higgyék el, azzal ártunk a legtöbbet, ha betegen az egész családot megfertőzzük, gyerekektől kezdve nagymamákig nem szabad. Kíméljük a környezetünket, kíméljük a családot, kíméljük saját magunkat. Kiesünk a munkából, a környezetünk is gyűlölni fog, hogy mi ott köhögve, prüszkölve mindenkit megfertőzünk. A test és a lelki békénknek nagyon fontos, hogy oltva legyünk, védekezve legyünk és egészségesek legyünk. Oltást a háziorvostól kell kérni? Háziorvostól kell kérni. Idősebbeknek 60 év fölött az influenza elleni oltás mellett ajánljuk a pneumónia, a tüdőgyulladás elleni oltást is. Az már receptes, felírós és fizetős, de a kettőt együtt is be tudjuk adni, és ez aztán valóban egy teljes védelmet biztosít.